Szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a konferencián, amely az elmúlt 90 évet hivatott fémjelezni. Az öröm és a megtiszteltetés, hogy megnyithatom ezt a konferenciát, abból is adódik, hogy amellett, hogy dékán vagyok, a filozófia tanszéket is vezetem, és a filozófia és a pszichológia nem igazán áll messze egymástól. Sőt, mondhatnám, hogyha megnézzük az alakokat, akik a filozófián és a pszichológián együttesen működtek, rendkívül nehéz azt megállapítanunk, hogy Sigmund Freud, Adler, Jung vagy Viktor Frank, hogy csak néhány nevet soroljak, mennyiben volt pszichológus, mennyiben volt filozófus, és még azt is mondhatnám, hogy mindannyian átéltük azt a fajta találkozást, én legalábbis a saját korosztályomban láttam, amikor a pszichológiával elkezdtünk foglalkozni, amely nem mindig volt egy támogatott tudomány, és hát némileg az őrületbe kergettem a környezetemet azzal, hogy megpróbáltam az álmokat megfejteni. Aztán egy picit ezen tovább lépve kipróbáltam a paradox intenciót. Ezek nem mindig működtek, olyan értelemben igen, hogy sok embernek az agyára mentem. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a pszichológia a 19. században, és itt egy kerek évszám következik, nem csak 90 évről beszélhetünk, hanem 140 évről is, hiszen Wundtnak az 1879-es laboratóriumi kísérleteitől szokták számítani, ezt nem tudom, hogy ez mennyire közmegegyezés a pszichológián belül, mennyire nem, a pszichológiának a kezdeteit. Azt is tudni kell, ha jól emlékszem, hogy ez a bizonyos Wundt, ez a rendkívül fontos személyiség, ez a lipcsei filozófia tanszéknek volt a vezetője. Tehát a kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Ha a jelenről lehet két szót mondani, akkor azt kell mondanom, hogy a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának a legprosperálóbb képzéséről van szó. Itt soha nincsen gond azzal, hogy van-e elég jelentkező, néha inkább az ellenkezőjével, hogy hogyan tudunk felvenni még több hallgatót. Rendkívüli nagy a népszerűsége a pszichológiának. Én úgy látom, hogy országosan is ugyanezt figyelhető meg. És én azt hiszem, hogy a jövőben ez a népszerűség nem fog csökkenni, hiszen a pszichológia az nem csak ez most idézőjelben van téve, nem csak a gyógyítással foglalkozik, hanem az élet, a társadalom élet számos területén használható tudást nyújt. Úgy is, ahogy a bölcsészet tudományok nyújtanak ilyen jellegű tudást, akkor is, hogyha ezt a kommunikáció nem minden esetben ígéri el, de a munkaerőpiac nagyon szépen visszaigazolja. Erről sem mindig szoktak beszélni, vagy nem eleget szoktak beszélni. Úgyhogy én úgy látom, hogy ez a képzés itt Szegeden nagyon jó kezekben van. Nem mondom azt, hogy még egyszer 90 évet, mert még sokszor 90 évet tudok kívánni. És hát nagyon örülök, hogy ilyen sokan megjelentek, és nagyon jó beszélgetést és konferenciát kívánok ebben az egyébként eléggé patinás épületben, amely hát stílusában és hangulatában talán illik ehhez a 90 évhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez most a múltat ünnepeljük, én a jelent képviselem, Szabó Éva vagyok, a Pszichológiai Intézet vezetője jelenleg, és hát a 90 év az nagyon hosszú idő, de ma reggel kicsi számolást végeztem, és rájöttem, hogy a 90-nek majdnem az egyharmada, két év hiány az egyharmada, az már az én személyes élettörténetem része is ebben az intézményben. 91 óta vagyok Szegeden, és 92 óta pedig a pszichológia
tanszéken, majd pszichológiai intézetben dolgoztam, és hát összességében már lassan, majdnem az egy tizedében részt veszek. Hát a kicsit több időben részt veszek a vezetésbe, de a vezetője az pedig lassan az egy tizedének ennek az időszaknak vagyok. És azt gondolom, hogy ez az intézet, ahogy azon a nagyon szép és szerintem informatív táblán is látszik, nagyon sok vihart élt át, szóval úgy tűnik, hogy ez egy olyan intézet, mint ahogy a nagy bölcsesség mondja, hogy egy hepe-hupás úton két hepe sose jön egymás után. Szóval ez az intézet hol éppen felemelkedőben volt és fejlődött, hol meg akarták szüntetni, hol megint. És az én személyes élettörténeti részem az a majdnem 30 év, amit eltöltöttem ebben az intézetben, nagyjából ugyanezt a ritmust mutatja. És megéltem itt nehéz időszakokat és nagyon szép, felemelő időszakokat, de a pszichológiai intézet egy kicsit úgy viselkedik ebben a helyzetben, szerencsére, mint ahogy az egyénekkel való munkában mi ezt tanítjuk, hogy a krízisnek nem az a célja az életünkben, hogy tönkre tegyen bennünket és megsemmisítsen, hanem a krízisek azok fejlődési lehetőségek. Úgyhogy ennek az intézetnek a története azt gondolom a kríziseknek a megoldásáról szól, hogy minden fejlődési, akár politikai, akár belső szakmai krízisből mindig úgy jöjjünk ki, hogy az valamilyen módon épülését szolgálja az intézetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a titka annak, hogy 90 évig fennmaradhatott már ez az intézmény minden viharos története ellenére, és én azt remélem, hogy az az időszak, amíg én vezetem ezt az intézetet, már talán éppen a hepehupás úton mondjuk a hepébe tartozik, tehát hogy úgy gondolom, vagy annak örülnék, hogyha nem kéne még egy krízist megélnem ebben az intézetben már vezetőként, és ezért igyekszem dolgozni is, hogy olyan módon működtessem, segítsek működni ennek az intézetnek, hogy minden külső körülmény változó feltétel ellenére ez fennmaradjon. Jelenleg az intézményben nappal és levelező tagozaton összesen körülbelül 500 hallgató tanul. Ez persze időnként változik, néhány tízzel le vagy fel megy, de ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk évente ennyi hallgatónak a fejlődésért, a továbbtanulásáért, a szakmai attitűdjéért. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom szempontjából is egy fontos szerepet tölt be a pszichológiai intézet, mert a jövő pszichológusainak egy része itt is ül a teremben, akik majd azért lesznek felelősek, hogy ne csak az intézet élje túl jól a kríziseket, hanem az egyének is a társadalomban, mert ami biztos, és ez ebből a történetből szerintem látszik, hogy a krízisek elkerülhetetlenek, de azért vagyunk, hogy ezeket jól kezeljük. Úgyhogy én azt annak örülök nagyon, hogy ezen a mai napon nem csak a szegedi pszichológiáról lesz szó, hanem általában arról, hogy milyen fontos dolog az, hogy a különböző régiókban, a vidékeken is megjelenjenek ezek a képzési formák, Debrecen, Pécs és Szeged is képvisel valami olyasmit, amit a vidéki léttel össze lehet kapcsolni, és szerintem ez egy nagyon fontos a régió fejlődése szempontjából is, a régió szakmai fejlődése szempontjából is, úgyhogy azért dolgozunk, hogy ez minél tovább megmaradjon, és bázis tudjunk lenni az itt végzett hallgatóknak, és azoknak a szakembereknek, akik valamilyen módon ebbe a térségbe, ebbe a régióba kapcsolódnak be. Úgyhogy én is csak azt tudom kívánni mindenkinek, hogy a mai napon olyan élményekkel és olyan ismeretekkel gazdagodjon, ami segíti őt abban, hogy még határozottabban azt érezze, hogy ő része a történelemnek, ami ennek az intézetnek a vonatkozásában most írottan legalábbis 90 év. Úgyhogy jó konferenciát kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Ismételten üdvözlök mindenkit, nagy szeretettel, Szokoszki Ágnes vagyok. Nekem jutott az a nemes feladat, hogy megszervezzem ezt a konferenciát, amit igen nagy örömmel tettem. Tisztelt dékán úr, tisztelt előadóink, kollégák, kedves diákjaink, és minden megjelent. Ennek a napnak a jelentőségét egy 90 évvel ezelőtti nap jelentősége adja. 1929. december 18-án a Szegedi Egyetem úttörő módon úgy döntött, hogy egy lélektani intézetet állít fel. A Várkonyi féle
pedagógiai lélektani intézet 90 évvel ezelőtt jött létre ezen az egyetemen. Nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy azt mondhatnánk, hogy valamiféle folytatólagos szál köt össze minket a Várkonyi féle intézettel. Ennek az ellenkezőjét mondhatjuk el. Számtalan töréspont, történelmi és egyéni dráma és tragédia, nehézség és akadály szegélyezi ezt a 90 évet. De itt vagyunk és emlékezünk. De rögtön hozzátehetjük, hogy maga az emlékezés is töredékes. Nekünk is tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt történt meg az, hogy az intézet megalakulására méltó módon megemlékeztünk. És bár ezen az egyetemen először jött létre pszichológiai intézet Magyarországon, amelyik tartósan fennmaradt, országos hatású volt és igazi szellemi műhelyként működött, ennek az intézetnek az emlékezete jelentős mértékben elhalványult. Most az a feladatunk, hogy élő emlékezetté változtassuk azt, amit egyszer elfelejtettünk. Ennek a konferenciának a koncepciója az lett, hogy ne csak a saját múltunkról emlékezzünk, hanem tágítsuk a képet, és nézzük meg azt, hogy a magyar pszichológia hogyan fejlődött vidéken, Budapesten kívül, a két világháború között. Ez az egyik fókuszpontunk. Ami itt szóba jön, az valójában Kolozsvár, Szeged és Debrecennek a története. És ilyen módon ez még a magyar pszichológia történet feldolgozásában nem szerepelt, úgyhogy ez izgalmas és újszerű szempont. A másik szempontunk az egy közelmúlt inkább, de amire már van elég jó rálátásunk, és ez pedig az, hogy az 50-es évek elnyomatása és a 60-as évek újraéledése után hogyan jöttek létre a vidéki városokban a pszichológus képzések. És erről se beszéltünk még eddig, úgyhogy nagyon várakozással nézek elébe, hogy ezek a párhuzamos történetek így egymás mellé kerüljenek. A konferenciának a méltó színvonalát az biztosítja, hogy kiváló előadókat sikerült megnyerni a részvételre. Az előadóink közül is néhányat azért kiemelnék. Vajda Zsuzsannát mindenekelőtt, aki most még nincs itt, jelezte, hogy késni fog, tehát be fog futni, de Vajda Zsuzsannát ki kell emelnünk, mert a 90-es évek közepén ő harcolta ki, természetesen másokkal együtt, azt, hogy ezen az egyetemen elindulhasson a pszichológus képzés. Ez fontos tudni a diákjainknak mindenképpen. És kiemelem Pléth Csabát, aki külön megköszönöm neki, hogy a nyitó előadást elvállalta, de ő sem csak kívülállóként van itt, mert aki nem tudja, Pléth Csaba a 90-es években itt dolgozott, és nagyon jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ez a tanszék meg tudott akkor erősödni, és ő létrehozta 1999-ben a megismerés tudományi csoportot, ami egy nagyon jelentős hozzájárulás volt a tanszék megerősödéséhez. Ezen túlmenően minden előadónkat szeretettel köszöntök, és különböző egyetemeket képviselnek az előadóink, mindenki a maga területének szakértője. Üdvözlöm Szamosközi Istvánt, aki, nem látom most pillanatnyilag, hogy hol ül, igen, aki Kolozsvárról érkezett, és nagyon hitelesen tud majd beszélni a kolozsvári pszichológia újraindításáról, hiszen ő volt az intézetnek az igazgatója, ő állt e mögött végig. Távollétében köszöntöm Hunyadi professzort, aki sajnos jelezte, hogy ő személyesen nem fog megjelenni, de előadását elküldte, és ezt én fogom felolvasni. Köszöntöm a kollégákat Debrecenből, akik a Debreceni Egyetem történetét fogják itt bemutatni. Köszöntöm Takács Istvánt, aki a Miskolci Egyetemet képviseli, és Várkonyinak egy érdekes baráti kapcsolatáról fog itt nekünk beszélni. Köszöntöm a szegedi előadóinkat, Pukánszki Bélát mindenek előtt, Béla, aki ugye a saját egyetemünknek is
és a pedagógia történetnek kiváló szakértője. És köszöntöm Fizel Natasát, aki ott ül, és a kerti iskolátról fog nagyon hozzáértően beszélni. És remélem, hogy most nem felejtettem. Klein Sándor, itt ül rögtön az elején, és elnézést. A Pécsi Egyetem, igen, tehát a Pécsi Egyetem képviseletében Klein Sándort köszöntöm, aki egy nagyon izgalmas előadást fog tartani nekünk egy olyan érdekes fejezetről, ami a 80-as években történt itt. És köszöntöm hát Révész Györgyöt és Séra Lászlót, akik szintén a Pécsi Egyetem képviseletében vannak itt, és egy-egy történeti fejezetet fognak elmondani, és így remélem, hogy tényleg mindenkit említettem. Ezek után pedig köszönetet kell mondanom Szenes Mártának, Kóródi Kittinek és Palatinus Zsoltnak, akik segítettek, és sok más hallgatónak, akik még ma reggel is itt nagyon keményen táblákat húszoltak, és egyéb módon segítették itt a konferencia kezdését. Tehát mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a mai alkalommal, és itt van, meghallgatja, és esetleg továbbadja azt, amit hallott itt, és a szívébe zárja, nagyon köszönöm a megjelenést. Ezek után bemutatom Horváth Barbarát, ő lesz a napnak a konferenciája, és felkérem őt, hogy akkor konferálja be az első előadásunkat. Köszöntök mindenkit, és felkérem Pléth Csaba akadémikust, a Közép-Európai Egyetem kognitív tudományi tanszékének professzorát, hogy tartsa meg a budapesti egyetemek és a többi nagyvárosi egyetem kapcsolata és súlya a magyar pszichológiában című előadását. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Elég nehéz helyzetben leszek, mert én ismerem a programot, és tudom, hogy a részletekről a kollégák fognak beszélni, tehát én most megpróbálom nem azt elmondani, sokkal kevésbé hozzáértően, amit önök fognak mondani, hanem egy-két általánosabb kérdést vezetek fel. Az elején egyetlen térképet mutatok, nagyon rossz vagyok a térképrajzolóban, mert látni fogjátok, hogy a különböző vándorlásokat mind szépen be lehetne rajzolni erre a térképre, de ezt nem tettem meg, mert nem tudom berajzolni őket. Miről fogok beszélni? Először egy kicsit arról az általános problémáról, hogy a magyar közegnél kicsit tágabbra nyitva a perspektívát, mi az, ami okozza, meg irányítja, milyen tényezők játszanak bele a centralizált oktatási rendszerű országokban, a központ és a más városok közötti egyetemi mozgásban, mik a regionalizációs folyamatoknak a vonzó, meg szóval mik a húzó és taszító hatások, amik azt eredményezik, hogy mozgás van a magyar helyzetben is, de mondjuk Franciaországban, vagy egy másik centralizált országot említsek. Utána egy picit fogok arról beszélni, hogy mik is voltak a klasszikus példák, erről sok előadást fognak hallani részleteiben a diákok is és a kedves kollégák is, de egy kicsit általában felvetem azt a problémát, hogy a II. Világháború előtti időben is igen jellegzetes mozgások voltak a magyar felsőoktatáson belül, amelyek a pszichológiát érintették, és utána a befejező részben fogok beszélni az én saját verziómról, vagy rátekintésemről arról, hogy mi is történt 1990 után, milyen átfogó kérdéseket vett fel az, hogy ahhoz képest, amikor mondjuk Klein Sándorral mi egyetemisták voltunk, akkor egy helyen volt pszichológus képzés, ma az országban 6 helyen van pszichológus képzés. Mik az általános strukturális kérdések, amit ez, hogy úgy mondjam, felvet? Ugye ez most csak egy általános séma akar lenni arról, hogy a két kicsit részletesebben tárgyalt fejezetben miről fogok beszélni. Egyrészt arról, hogy hogyan jönnek létre a klasszikus egyetemi intézmények egyáltalán Magyarországon, és ezek között, az intézmények között milyen mozgások vannak. Vannak intézményi átalakulások, amelyek az első világháború végével és a trianoni
drámával függenek össze. Létrejönnek Magyarország középső részén az utódegyetemek, Kolozsvár, illetve Pozsony utódegyetemei, és ezek egy idő után a pszichológiát is vonzani fogják, másrészt tudjuk jól, ezt is a mai diákság többnyire elfelejti, hogy viszonylag nemrég 101 néhány éve jött létre egyáltalán egyetemi képzés, nem pszichológia, hanem egyetem Debrecenben, a parlamenti határozat 1912-ben, de a tényleges egyetem 1914-ben indult meg, és ehhez képest milyen a pszichológiát illető sajátosság, tehát a bal oldal, a piros dolgok, azok általában az egyetemről szólnak, a jobb oldal, a 20. század végi folyamatok viszont sajátosan a pszichológia megjelenéséről ezekben a létező egyetemi központokban. Ugye durván fogalmazva abban a közegben, amiben mi élünk, most amikor ilyen csúnya szavakat használok, hogy fel Pestre vagy el Pestről és így tovább, ezt mondom, helyettesíteni lehet, ha például a párizsi, a strasbourgi, a bordeaux-i, a marseille-i és a lyon-i egyetem viszonyát nézzük, ugyanezeket lehetne mondani. Tehát senki ne érezze azt, hogy itt valami pesti nagyképűség lesz, csak gyorsírás érdekében mondok ilyen folyamatokat. Vannak ilyen centrifugális folyamatok, amelyek következtében, hagyd mondjam a pszichológiában távoli példát, mondjuk az én nyelvtörténet tanárom, Bárci Géza Kolozsváról elment Debrecenbe, Debrecenben egy egész iskolát alakított ki, 15 év debreceni munka után feljön Budapestre. Azért, mert az sokkal nagyobb tekintélyű volt, fogok mutatni konkrét példát a pszichológusok számára, egy ilyen rejtvény is lesz, föl fogjátok ismerni, Sanyi nem ér, mert még tanította, Laci se ér, őt is tanította, többiekre leszek kíváncsi, hogy fölismerik-e, tehát a pszichológiahoz közeledő területeken is van egy ilyen folyamat, ahol a Fővárosi Egyetem nagyobb presztízse révén mondjuk egy példát, 30 éven keresztül a gyerekklinika igazgatója volt a pécsi orvosi egyetemben Kerper Fronius professzor, mégis, amikor megnyílt a Tűzoltó utcai gyerekklinikában egy üresedés, 60 éves korában följött Pestre. Ő azzal indokolt, hogy azért, mert a felesége operába akar járni, de tudjuk, hogy nem azért volt oda, hanem azért, mert sokkal nagyobb tekintélyű volt a budapesti egyetem. De természetesen vannak centripetális folyamatok is, elvidékre Budapestről, ebben közrejátszanak taszító folyamatok. Nagyon sok fogok példát mondani, ez megint csak nem magyar sajátosság, ez egy általános probléma. Az egyetemi közegben nagyon sok ellenségeskedés jön létre. Szerencsére ez irányítja részben a vándorlást és a mozgást. De vannak húzó mozzanatok is, bizonyos városok megfelelő attraktív erővel bírnak, egy jó hely, ahova szeretnék menni, mert hogy ilyen is olyan kultúra van. Ilyen és ilyen mozgások vannak már az egyetemen, és egy másik húzó mozzanat, amiről majd a Sanyi például biztosan fog beszélni a szegedi főiskolával kapcsolatban, hogy ott én fölépítek egy világot, egy másik világot. Ugyan nincs ott, ami húzzon, mert üres, na de én majd fölépítettem. Tehát két húzó és egy taszító hozzanak, ezek együtt értelmezendőek általánosan. Robert Merton a legszerényebb emberek közé tartozik, én nekem szerencsém van őt ismerni, vagy volt őt ismerni. Én két, a Szegedhez is fog ezt tartozni, életemben két nagy emberrel találkoztam, férfival, aki őszintén mondta, hogy a hölgyprogramom van itt. Egyszer Szegeden, 71-ben egy fonetikai konferencián ültem reggel a szálloda, itt a Tisza szálloda éttermében a reggelin, és megjelent Mérei Ferenc. És mondom, hogy talán ő mit keres itt, azt mondja, hogy ide figyelj, hölgyprogramom van, a feleségem elő van. Egyszer Mertonnal találkoztam a Stanford Egyetemen egy nagy ilyen amerikai pénzosztó bizottsági tanácsadói ülése, és a fogadáshoz oda mentem, ezzel bemutatkoztam, hogy a nagy ember, akkor már 85 éves volt körülbelül, és úgy szerintedben mondta, hogy ja, ő itt most csak hölgyprogramon van, mert valójában a felesége már a bizottság tagja, ő csak úgy van.
Na, szóval Robert Fleckről sok mindent megfogalmazott, tudjuk jól a tudomány történetben, az ő hát úgy gondolat menetett a híres Máté elv, amely a bibliai elvet úgy alkalmazza a tudományon fejlődés, hogy mindig adasson sok annak, akinek már sok van. Ahol van tudomány, oda kell vinni a pénzt. Oda kell vinni az embert. Ezt ő nagyon szépen leírta, nagyon sok vita kísérte ezt az elvet, és akkor Merton megfogalmazta, hogy de ezt az elvet szerencsére az emberi gonoszság felül. A Máté elv, mint általános tudományos szervezési elv és az emberek utalkozásnak együtt szabja meg azt, ő egyenesen fogalmazott a Harvard Egyetemen, végzett, sokáig a Harvard Egyetemhez kapcsolódott. Miért van az, hogy nem mindenki a Harvard Egyetemen van? Azért, mert utáljuk egymást. Azért, mert utáljuk egymást, és ez a szerencséje a többi egyetemben. Ugye a Máté elv a baloldal azt mutatja, hogy valóban így van. Például az Egyesült Államokban a Nobel-díjat ott szerzett emberek 50%-a összesen 5 egyetemről kerül ki, tehát koncentrációból. Ugye miközben az Egyesült Államokban kb. 7000 felsőoktatási intézmény van. Általában sokkal több jó diák, jó tanár van, és tovább sokkal-sokkal több pénzt, tehát ezt exponenciálisan kell értelmezni. Na most a Máté elv ellenható folyamat. Túl sok okos ember egy helyen egy idő után nem bírja egymást. Intézményen belüli preferálások és veszekedése, ha már a Harvard Egyetemet említettem, mondok egy példát. A Harvard Egyetemen 1950-60-as években, ma nehéz elképzelni, de a kísérleti pszichológia művelését egyetlen ember uralta, egy azóta jelentéktelenné vált ember, Stevenson. És mindenki Stevenstől rettegett és másokat csinálni. Két embert mondok, aki másokat csinál. Ugyanezen a tanszéken dolgozott Brunner és Skinner. És mind a kettő, ettől a hülye Stevenstől menekülő Spiker lelitte, vagy Skinner lelitte a galambokat a pincébe, hogy ne is kelljen találkozni ezzel a Brunner pedig kitalálta a kognitív pszichológiát, és annak a pedagógia jól lát, hogy ne is kelljen beszélni. Tehát ezek nagyon erőteljes tényezők tudnak válni. Na, jó, szóval az általánosságokból elég volt. Ugye a helyi integrációnak vannak nagyon izgalmas általános kérdései, hogyan fogadnak be valaki, és hogyan válik az valamilyen teremtő. A szegedi diákokat kérdezem, hogy ki ez az ember itt? Direkt fiatalkori képet hoztam természetesen. Ki az? Szent Györgyi Albert természetesen. Szent Györgyi Albert, ugye ő egy jellegzetes példa arra, hogy ő egy ide, hogy mondjam, települt ember volt, aki eredetileg Pozsonyban, Budapesten, Pozsonyban, Pécsen, és utána német és brit egyetemeken volt, és létrehozta azt, amit ma úgy ismerünk, mint Szeged Egyetemen Pukászki tanárról kiavításban. Nem volt olyan nagy szerepe ebben. Ez a másik, itt ne beszéljen a Laci meg a Sanyi, aki Pécsről, Pécsen volt 46-tól 63-ig, óriási jelentősége volt, majd mondok neveket, kikből tudjuk a jelentőségét. Ez itt egy fiatalkori képe, az első, egyik legtöbbet igézett könyve németül 1949-ben jelent meg, minket még tanított a Pest Egyetemen, szóval ifjúság, ki ez? Kérem? Nem értem. Nem, ez Szent Ágotai János. Ez az anatómus Szent Ágotai. Grastján a Szent Ágotainak tanítványa volt Pécsen. Tengeri tanítványa volt, Hávori József, és így tovább, egy egész mikroanatomiai iskola, akik aztán részben belevándorolt a Pestbe. Egyébként Szent Ágotai jó példa arra is, hogy egy ilyen nagy hatású iskolát hozott létre 15 éven keresztül, mégsem tudott annak a csábításnak, hogy ő legyen a budapesti anatomia professzor ellenáll. Pedig hullák itt is vannak, ott is van. Az elektromikroszkóp, ami neki fontos volt, az már Pécsen ott volt. Pécsre beszerezte az 50-es évek képét. Tehát nem arról volt szó, hogy nem volt pénz, nem volt közösség, de van presztízs. Ugyanakkor nagyon nagy volt a befogadás értéke, ugye te is Grastján említetted,
tehát Pécset is, és utána Budapesten is egy mindmáig élő neurobiológiai hagyományt alakított ki, amit hát mindegy funkcionális anatómiai hagyománynak, hogy ilyesmények lehet. Most már a pszichológiánál van. A pszichológián belül, és nagyon sok, először az elején, az előadás elején mutattam, hogy először arról beszélek, hogy mi van a második világháború előtt, akkor is vannak mozgások. Vannak olyan mozgások a pszichológiát érintően, amik valahol a politikai helyzetből és nemzeti küldetéstudatból fakadnak, ugye? Az első Kornis Gyula, nem szó, egy szoktunk feledkezni arról, hogy Kornis eredetileg kinevezését Pozsonyi Egyetemen kapta 1918-ban, de utána nagyon hamar Trianon miatt el kellett jönnie Budapestre. Majd egy picit, hát ma sokat fogtok hallani erről, csak most az összképben is mutatom, ugye Wagner Hildebrandot. Ez a nézszám csak egy nemzeti küldetés mozdulatot akar említeni, hogy 40 és feltöltően 1946 között a Szegedi Egyetemről a kolozsvári a vissza, hogy mondjam, honosított, mert Kolozsvárra visszahonosított egyetemre megy el tanítani, nem rossz az évszám, csak a végén van egy kis bizonytalanság, majd látni fogjuk miért. Hartvai Schillerpál Budapesten, szintén 45-46-ban Kolozsváron dolgozik és Kolozsváron tanít, ugyanígy a mindenki, gondolom az ifjúság már nem tudja ki benned is. Tudjátok? Benedett István a mi fiatal korunkban, a 60-as előtt. Valaki azt a könyvet ismeri, hogy Arany kedvenc? Igen. De az ifjúság. Igen. Tehát a 50-es években a magyar, mondjuk így, szociális gondoskodó pszichiátria egyik megalapítója volt egy ideig, rövid ideig a Lipótmező igazgatójaként, hosszú ideig pedig az intaházai, hát elmebeteg, ellátó munka, ilyen otthonnak a szervezőjeként, utána pedig, mi már úgy ismertük őt a 60-as, 70-es években, egy korai tévésztár volt, aki mindenféle nagyon fontos dolgokról, Lamarckról, Semmelweisről, nagy előadás sorozatokat tart, televíziós, stb. De ő eredetileg pszichiáter volt, és egy bizonyos Szondi Lipót tanítványa, Szondiról még fogok egy-két mondatot mondani, 44-től 46-ig ő is Kolozsvárt tanít. Tehát ezek jellegzetes olyan példák, ahol a politikai helyzet változásai és egy kifejezett nemzeti elkötelezettség vezetett a mozgásra. Természetesen így fogok Szondiról egy szót mondani, 45 után volt egy nagy migrációs folyamat, ami nem érinti ennek a konferenciának a témáját, de nagyon fontos a magyar pszichológia egészének történetében. Ez a három ember, Kardos Lajos, Mérei Ferenc és Molnár Imre, sok közös vonásuk van, barátok voltak egyébként. Az egyik közös vonásuk, hogy mind a három zsidók voltak, és hol értelmezett, hol tényleges, föl nem vették az egyetemre okokból, a rájuk is vonatkozott a numerus clausus törvény, és külföldön tanultak. Ugye tudjuk jól, hogy Kardos Lajos Bécsbe tanult, Molnár Imre Németországban, azt talán kevésbé tudott, hogy Molnár Imre eredetileg egyébként nagyvárosi volt, erdélyi, és Erdélyön Berlinbe ment tanulni színész akart. Színészkedett, és az apja állandóan vezetett az eszélyi és korai filmekben is játszott, nem tudott elég jól németül, és utána, mint egy, ha ló nincs, szamár is jó, így lett valójában pszichológus, Würzburgban doktorált. Na most, ők hárman óriási szerepet játszottak, Kardos valójában, hát itt az átvétel szót használom, ennek egy bonyolult története van, de 49-től kezdve ő lesz az, aki a Budapesti Egyetemen, aminek állandóan változik a neve, akkoriban átveszi, mint egy a pszichológiai örökséget. Mérei Ferenc egy saját világot épít, egy fővárosi pedagógiai intézetet, aztán egy országos nevelési tudományi intézetet, azért egy saját világot épít, megint csak 45-49 között. Molnár Imre pedig 48-tól a Ransburg alapította a hosszú időzás Nell János által vezette, akkor még az oktatási minisztérium. A tartozó nevű gyermekeket tanítjuk. Ez egy nagy migráció, ezek mind hazajönnek, olyan furcsa emberek voltak, hogy
üldözött zsidóként a háború alatt visszajöttek Magyarországra. Elég irracionális dolog, de hosszú távon mindhárman döntő szerepet játszottak a magyar pszichológia alakulásában. Ezen kívül, hogy ők visszatérő külföldön neveltek, még egy közös vonásuk van, ezt nem szokta elemezni a magyar pszichológia történet, mind a három szombinai tanítvány. Magyarországra visszatérve együtt dolgoztak Szombinál, mondani még sokszor részletesen is, beszámol róla, valamint, hogy ténylegesen együtt vettek részt a tesztek alakítani. Azért két okból érdekes ez az egyik, utána nem foglalkoznak Szombinval, nem úgy, mint benne. Ők nem foglalkoznak Szombinval, sőt, amikor foglalkoznak Mérei a Szombinkhez propagálásával, mindig leírja, hogy az elmélet nem jó, de akkor még a teszt működik, és tovább. Kardos egyetlen egy cikkében, a kibernetikáról szóló cikkében írja egyedül Szombi nevét, de, és ez nagyon fontos, Szombitól azt tanulják meg, Mérei ezt nagyon sok interjúban elmondja, hogy hogy kell embereket szervezni, hogy kell intézményeket és másokat mozgatni a munka érdekében. Jó, ez most még mindig a háttér, ugye a 40-es évek előtti mozgásokban a magyar pszichológián belül számos olyan mozzanat van, ahol erről sokat fogtok hallani a mai nap során, ahol valójában egy sajátos vallási affinitás irányítja a mozgásokat, illetve iskola alapítási igény. Várkonyi Hildebrand, Bognár Cecil, Pécsről, Szegedre és így tovább, ők kifejezetten nem csak katolikus identitású, hanem szerzetesi életmódú emberek ekkoriban. Ezzel összehasonlítva Karácsony Sándor viszont egy nagyon határozott, hogy mondjam, református, vallási keretbe helyezett új pedagógiai koncepció, aki Budapestről, mint Debrecenről, stb. Majd Várkonyiról fogok három mondatot később mondani, ami talán, ja én itt. Várkonyinak különleges útja van, ugye tudjuk jól, hogy miután erről fognak előadások, erről ne, ezért nem beszélek, hogy itt a szegedi életét részletesen meg fogja mindenki hallani. Az érdekes az, hogy Szegedről Kolozsvárra az előbb emlegetett nemzeti, hogy mondjam, elkötelezettség, és a politikai helyzet alakulása mellett azért is megy, és azért is ő megy, mert egyetemi tanár. Ennek nagy jelentősége van a korban ma, ez egy elhanyagolható dolog. 1950-től a oktatási vagy egyetemek szociális ágazatát tanszékeket adjunktusok vezetnek. Akkor ez nem így van. Ha visszaállítjuk a pszichológia tanszéket Kolozsváron, kell egy professzor. Nem lehet kinevezni kislajos professzornak. Valahonnan kell hozni egy professzor. Ugyanígy azután 46-47 fordulóján visszajön Magyarországra, de már nem Szegedre, hanem azért írom, hogy BM-e, akkor nem ez volt a neve, megint csak a műszaki egyetemnek sokat változott a neve, de a gazdaságtudományi kar, budapesti egyetemi, mondjuk így komplexum, gazdasági tudományi karán lesz másfél évig. Megint csak azért viszik oda, mert professzor volt, és onnan, mondjuk így a műegyetemről kerül másfél évig, az akkor még Pázmánynak nevezett tudományegyetemre, szintén mint egyetem. Nagyon fontos volt, hogy egyetemi tanár az ELTE múltjának iratai közt nagyon hosszan lehet vizsgálni, hogy 45 és 49 közt 4 évig a kari tanács és az egyetemi tanács 12 ülésén szerepel az, hogy nincs professzor. És Kardos Lajos sem, mint professzor, 10 évig, mint docens vezeti a pszichológia tanszéket, az már a szocializmus ideje. De amíg nem volt szocializmus, egyetemi tanár kell. Különben nincs tanszék. Különben betölt, úgy hívták ezt jogilag, hogy betöltetlen. Tehát amikor révész például az ELTE, vagy a Pázmány Egyetem vissza akarja írni Amsterdamról, akkor úgy kezeli a levelezésbe, hogy a professzor úr távol léte néha betöltetlen tanszéket szíveskedjen újra betölteni. Tehát úgy teszem, hogy a tanszék megvan, de nincs a kötője. Nos, azt mondom, hogy valamit mondok Várkonyiról, amit talán többiek nem fognak mondani. A különleges munkásságon is útja mellett, Ágnes említette az előadás elején, hogy
viszonylag kicsi hatása, elfeledett és így tovább. Ez egy bonyolult kérdés, ugyanakkor, mert a tényleges követőiben óriási hatás van. Kukászki Kanálin ezt nálam sokkal jobban tudja, két nevet tudok, tehát itt Szegeden. A szegedi polgári iskolai tanítóképzőben, vagy tanárképzőben, amikor az ügyülre, úgy jártak a diákok, hogy közben járhattak az egyetem várkonyi kurzusaira, és volt egy speciális kollégium, az Akonyi Kollégium, amihez közvetedett le. A lényeg az, hogy a szocialista idős két pedagógiai, illetve pedagógiai, pszichológiai nagyágyúja és várkonyi tanítvány, Nagy Sándor maga, aki nem kicsinedett ezzel, de várkonyi tanítvány volt, és jelenleg látom is természetesen várkonyi tanítvány, de most mondok a meglepő nevet. Annak, hogy egyszer kérdezte tőlem egy diák, hogy mi volt az oka, hogy a 70-es években olyan sok minőségi pszichológia könyv fordítás jelenleg a gondolat kiadónál, életművek, ugye Piaget, Vallon, stb. Brunner, és ezek az úgynevezett kockás könyvek, percepciótól még. Ennek nem az egyszerűen az oka, hogy volt, aki lefordítsa, ehhez kellett egy asszony, aki vállalta a felelősséget. A Fehér Imréné, aki büszkén mondta, hogy ő is a 30-as években természetesen várkonyi ügyetlen tanítványokhoz. Ugyanúgy, mint Radnóti, és egy szempont, még egy pletyka nevet hagy mondjam, ezt is el szoktuk felejteni, hogy várkonyi különleges útján, hogy lesz ő olyan hirtelen, könnyen elhelyezhető a Műegyetemen, és utána a Pázmány Egyetemen, Kolozsváron visszajövett, ennek egy oka volt. A miniszter Tortutai Gyulának hívták, aki szintén a tanítvány. Jöhet, tehát azért Várkonynak sok módon, tehát lehet az, hogy hányszor idézik, de van egy ilyen hatása is, hogy az embereknek keresztül milyen hosszú hatása volt. Jó, a szocialista korra gyorsan áttérek, bocsánat. Ugye a pro és kontra tényezők, amiről az elején már beszéltem, itt sajátos irányt kapnak, ugye hosszú időn keresztül a laborépítés, a könyvtár és a könyvek hiánya, a lakás hiány, a külföldi kapcsolatok sorolása, mindez ellene szólnak, hogy valaki vidéki egyetemre jöjjön. Ugyanakkor mellette szólnak a saját irányzat, illetve itt mégis könnyebb lakást szerezni, más kapcsolatok, szorosabb az értelmiségi élet, szóval sok minden bejátszik. Ezt a diákok tudják ma már, hogy például ez a tényező, ami nagyon fontos tényező volt a 60-as, 70-es években, ma irrelevánsabb vált. Ma nagyon komoly tudományos kutatóintézetek azt mondják, hogy nem kell könyvtár, mert az csak patkányokat hoz. Úgy is az internetről olvasunk mindent. Ez nagyon megváltozott. Ugye, erről már beszéltem, most nem fogom, de igazából az 50-es évektől a 90-es évekig nagyon fontos a szocialista világban, hogy a professzor és a tanszékvezető nem ilyen, nem azonos, politikai megbízhatóságból fokozatosan vezetői hatékonyság lesz. Ez egy olyan kor volt, ahogy státuszgazdálkodás jellemezte az egyetemeket, tehát meg volt adva, hogy a pécsi tanárképző főiskolán a pedagógiai, pszichológiai, mit tudom én, képzési árba 12 állás volt. Valaki meghal, akkor lehetett oda vinni valaki. Ezt azért mondom, mert el szoktuk felejteni, ma már ez nem így van, hanem mindenféle másféle gazdálkodás van. És a döntés mechanizmus az egyetemi autonómiát nem ismerte, minden felülről lefelé történt. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért indul el pszichológus képzés a 70-es évek közepén a Debreceni Egyetemen, meg kell értenünk, hogy ki artikulálta az erre vonatkozó szándékot a minisztériumban. Az egyetem örülhet ennek, hogy kialakult ez a szándék, de ennek a szándéknak így kell alakulnia. Egy fontos hozzáadatot, ezt általában szoktam hangsúlyozni, hogy itt is tudatom, hogy azért érdekes ez a mozzanat. A bal oldal azt mutatja, hogy 58 és 75 közt egy óriási fordulópont van 65-70-nél,
A magyar pszichológiai szakirodalom anglománná válik, tetszik látni. Az orosz így megy le. Ugyanígy a ismertetett könyvek a magyar pszichológiai szemlében. Ez egy nagyon érdekes folyamat, ahol diszkrepancia van. Ezt azért mondom az ifjúságnak, hogy a tudomány és egy szakma nem mindig a társadalom tükre. Ez eközben ebben a világban. Ugyanebben az időben az Akadémiai Intézet igazgatója Moszkvába végzett, ugye hol Bartalajos, hol Pataki, mind a kettő Moszkvába végzett, Szegeden, Duró Lajos, Pécsett, Domján, Károly, szintén moszkvai végzettségű, tehát úgy tűnik, kérem? Duró, igen, kérem? Lenyugán, jó, de a hatalom számára úgy tűnik, hogy nyugi, minden rendben van, Szovjetunióban lőtt elvtársak kezében van a dolog, de ha megnézzük a valóságot, ez a dolog kicsúszott az orosz dominanciával. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez nem csak azzal kapcsolatos, hogy különböző egyetemek, ugye a szocialista identifikáció, Kelemen László, ugye erről majd nyilván a debreceni kollégák fognak részletesen beszélni, én itt csak az egyik pozartokban említettem, eredetileg ő is Várkonyi tanítvány, de Várkonyi előtt, ezt már az öregeknek mondom, még egy ember tanítványa volt, ő Kiskunfélegyházán tanítóképző középiskolába járt, Putnoki Jenő édesapja, akit szintén Putnoki Jenőt van, neveztek, volt a tanára, és ő indította el, hogy menjen föl Szegedre a tanárképzőbe, mert ő sokkal tehetségesebb, mint hogy tanító maradjon. Ezt sokszor el is mondta Kelemen. Tehát egy másik kollega is szerepet játszott életében, ti már nem ismertek, Putnoki Jenő egy központi kísérleti pszichológus volt a 60-as, 70-es évek Budapesti helyében. Na, szóval ugye Pécsről Debrecenbe megy, és a 70-74 közti korszakban, mint egy előkészítik az első Budapesten kívüli pszichológus egyetemi képzést, azt mondom, hogy itt nagyon sok levéltári feltárásra van szükség, valószínűleg nehéz lesz megtalálni a levéltári anyagokat, de egy politikai mozzanat nagy szerepet játszott. Kelemen László jó személyes kapcsolata volt egy acélgyöngyölű politikussal, aki acél akkor Baranya megyei képviselő volt. Tehát a szocialista parlamentben, és ő komolyan vette képviselőségét, Lele Járvét. Ugye? Biztos. Jó, minden esetre ennek volt ebben a dolog a szerepe, ugye itt sok mindent föl lehet sorolni, mindegyik egyetem, megnézhetjük a vezetők változását Kelemen után, Nyadi György, Mészáros István, Kovács Zoltán, Milik Ákos, a különböző domináns oktatókat itt megpróbáltak felsorolni, vannak kevésbé dominánsok, vannak előörsök is, ezt el szoktuk felejteni, talán nyilván még emlékszik rá, a legelső korszakban még Kardos tanácsára Radics László, az ő egyik ilyen patkányhajkurász tanácssegédje és Karjasi Edik voltak az első általános pszichológiai tanárok Bányai és mások nemzedéke előtt. Szépen össze lehet rajzolni, én nem tudok jól rajzolni, hogy ebben az időben, 70-es években, mikor különböző mértékben elkezd részt venni a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete, majd a 90-es években is a különböző egyetemeken zajló képzésekben, milyen, hogy mondjam, dinamikája van ezeknek a hozzanatoknak, milyen fontos a minőségbiztosítás, erről most egy kicsit általánosabb hozzanatokat mondok, elnézést, hogy ezzel mutatom az ifjúságot. Általában igaz az, hogy a magasabb akadémiai grádusú, ezt én idézőjelben nagy doktornak neveztem, emberek többet publikálnak és többet hivatkoznak rájuk. Ugyanakkor ebben a folyamatban egy nagyon fontos dolog, és ez nem csak a budapesti egyetemeket érinti,
1960-tól 2010-ig rendkívül megnőtt a magyar pszichológia nemzetközi láthatósága. Nehogy azt hívjuk, hogy mi vagyunk a világ közepe, ez továbbra is csak néhány ezredike a világ pszichológiai szakirodalmi termelésének, de azt látjuk, hogy ez gazdaság szorjelde trendelemzési értelemben egy pozitív folyamat sokkal nemzetközibbé vál. Ez a nemzetközi láthatóság a különböző egyetemeknél különböző. Ugye azt látjuk, hogy ez az adathalmaz a pszichológiai szakirodalomban megjelenő különböző intézményekhez kapcsolódó cikkek számát mutatja. Ugye azt látjuk, hogy az összes cikkek számát a Szeged rendkívüli mértékben. Előtérben áll, Debrecen is elég magas, és az angol cikkek számában is, de ebben a debreceni angol cikkekben nem csak a Debreceni Pszichológiai Intézet, hanem az egész Debreceni Egyetem benne van. És van-e, hogy mondjam, mindennek valami érdekessége a most egész nap mindannyiunk által érdeklődésre vált előadások előtt? Egy Révész Géza idézettel zárnám, hogy a Révész 1918-ban még ő császári és királyi felsége által kinevezve 18. szeptember 28-ai dátummal írta alá ő felsége a kinevezési okmányt. Az első pszichológus egyetemi tanár, aki mikor 47-ben megpróbálják rávenni, hogy jöjjön haza, akkor egy nagyon utolsó levélben elmagyarázza, hogy már túl öreg, 60 éves. Akkor az emberek jobban ismerték korlátaikat. De ugyanakkor egy internet mondtak. Fontos internet mondtak. Tanári állásokat nem kompetens emberekkel töltik be, akkor az évtizedekkel megakadályozhatja. Ez az ő helyes írása, nem az én hibám. Bár általában hibázok ilyeneket, ez Révész maga. A pszichológia egészséges fejlődését és a fiatal erők érvényesülését. Miért fontos máig számunkra ez a tétel? Nem csak a pszichológiában, hanem az egyetemekben általában is a vezetés, az oktatás és a tudomány menedzseri szempontból szétválasztása nagyon nagy gondokat okoz. Sokkal gazdagabb országokban, például az Egyesült Államokban óriási viták vannak az úgynevezett vándorló rektorokról. Egy-egy rektor befejezi Marylandbe, akkor átmegy Massachusettsbe, iszonyatos emelt fizetéssel, 12 titkárnőt hoz, 4 házat kér, és tovább, és a kutatók házaknak a pszichológusok között George Monbert volt, aki egy egész könyvet írt ezen, a vándor vezetőkkel ellen. Nincs szükségünk olyan vezetőkre, mint az IBM-nek, elégedjen meg az IBM a vándor vezetőkkel. A két hozzáadatot emelnék ki, ami sajátosságban pszichológusára igaz. Az egyik a jelenlét fontossága. Minden egyetemnél, mindenki kérdezi, én például sokat vándoroltam különböző egyetemek között, mentem. Mindegyiknél egyetlen egy személy csoport volt, az ismétlődői munkamániás vagyok, és nagyon nagy feszültségben éltem meg azt, hogy olyan világban élnek a fiatal tanítványaim, ahol az impact faktor vagy lótúró nyomás alatt senki nem akar már tanítani. Senki nem a hagyományos egység, amikor nekünk a legnagyobb idegtudós szempárnak is bejött elmagyarázni a ismert felépítését, mert neki fontos volt, hogy tőle ez mára megrendült, és nagyon sokat kellene tenni azért, hogy ez legyen meg, és ezen a jelenléten azt értem, ez különösen igaz a nagyvárosokban levő egyetemekre, hogy olyan emberekkel kell az egyetemet teríteni, akik ténylegesen ott vannak. A másik pedig, hogy támogatni kell az igazi eltéréseket és az igazi specifikumokat. Ha megnézitek, ez a diákok is, ha megnézitek a különböző egyetemek képzési rendszereit, kicsi az alapszakaszok, kicsi a különbség, mindig konzorciumok jönnek, mindenki megpróbálja ugyanazt tanítani,
lépését tovább. Ez hosszú távon nem egy jó út, sokajtában arra kell törekedni, hogy a sokféleség jelenjen meg a minőség követelményei között a pszichológus képzésben. És én kívánok mindenkinek sok sikert és érdekes tanulságokat a mai napon. Azt hiszem, hogy pont 11-re befejeztem. Köszönöm szépen!